Az óra vár benneteket a tóra, kedves barátaim. Remélem, hogy hamarosan már nem leszek egyedül az éterben, és már nem is vagyok. Jó estét kívánok Anikónak, szeretettel, követ, szeretettel köszöntöm Krisztiánt, jó estét kívánok Péternek, Ilonának, és annak a további, most már több mint tíz kedves tanulótársamnak, aki itt van. Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök benneteket. Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra ahogy ilyenkor beköszönni szoktam. Jó estét kívánok Szilárdnak, Zsoltnak, Jánosnak, Péternek, Eszternek. Jó estét kívánok Gyöngyinek, Csabának. Jó estét kívánok, ah, itt van Csaba barátom. Jó estét kívánok Attilának. szeretek a Szilviát, Emesét, Editet. Most már több mint 80-an vagyunk, úgyhogy lehet, hogy ideje elkezdeni. Szép jó estét kívánok. Egy, hoztam egy nagyon szép, egy nagyon magasztos koncepciót, egy érdekes kérdéssel, amely szorosan kötődik ahhoz a, ahhoz a részhez a tányából, amit most tanulunk a 25. fejezetben, ugye a tánya a Hasid filozófia alapűve, és már több mint egy éve tanuljuk a tányát, körülbelül félúton haladunk, hogyha Isten is úgy akarja, akkor jövő ilyenkorra be tudjuk fejezni a könyvet, a magyar, elkészült az eszközben a magyar fordítás is, úgyhogy hogy minden készen áll arra, hogy tovább fejlesszük a, a zsidóságbeli ismereteinket, illetve azon belül is a haszidizmus, a haszid tanokat, a haszid tanítás, megismerkedjünk a haszid tanításokkal mélyebben. Ah, közben Magdika írja, hogy hallott az interjút velem a Hit Rádióban. Én, még, én magam még nem hallottam, de akkor ezek szerint kint van, természetesen meg fogom osztani. Köszönöm szépen a dicséretet egyébként. A rádióban egyébként az izraeli helyzetről beszéltem a Neokon főszerkesztőjeként, kevésbé rabbi minőségemben, vagy, 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 vagy magánszemélyként voltam ott, de hát így is, így is azért volt, mit mondanom, jó estét kívánok, itt van Ábel, barátom úgy, akinek Ramadán Karimot kívánok, azt hiszem ilyenkor ez az adekvát köszöntés, szeretettel köszöntök mindenkit. Nos, ugye tegnap arról beszéltünk, a tegnapi tanulás során arról volt szó, hogy az, ember, hogy, az ember, hogy az emberben munkálkodó két a lelkinek a két aspektusa, a két ösztön, a pozitív és a negatív, az isteni és az állati folyamatos harcban van egymással. Azt mondja a tánya, nagyon könnyű az embernek ellenállni és leigázni állati természetét, ha mélyen elgondolkodik azon, hogy le kell győzni ezt a természetet, és még annál is többet valójában éppen az ellenkezőjét kell tenni, azaz erőlködni, mind testileg, mint anyagilag, hiszen sokkal könnyebb a szenvedés, mint a halál, Isten őrizzen. Mégis szeretetel és készséggel az ember vállalta volna a halál fájdalmát, Isten őrizzen meg minket, hogy mindsem, hogy Isten egységétől és egyediségétől még egy pillanatra, akár egy pillanatra is elszakadjon valamiféle pogány cselekedet miatt. Hogy arról, beszél a, arról beszél a Tánja, hogy azt mondtuk, hogy az emberi, hogy az, emberi az emberben munkálkodó isteni természet genuin, módon csatlakozni akar Istenhez, bele van kódolva, ha úgy tetszik, az Istenhez való vonzódás, akár az életünk feladása, feladása árán is, az már pedig az élet feladása, az mégis nagy dolog, és nincs rá szükség, hiszen egy kis fájdalommal, egy kis önmegtartóztatással le lehet mondani a bűnös cselekedetekről, amelyek egyébként eltávolítanak az embert Istentől. Elég csak egy kis önmegtartóztatást tanúsítani, amely egy relatíve kicsi fájdalommal jár, ugye? És már is, és már is, és már is, és már is nem távolodunk el, nem szakadunk el Istentől. Oké. Okay. Minden bizonyalt tehát az ember szeretettel és készséggel elfogadja azt a viszonylag csekély fájdalmat, amit a micvák, a parancsolatok teljesítése okoz, hogy örök kötelékkel kösse magát Istenhez. Mert, mindaz, mert azáltal, hogy Isten akaratát teljesítjük, és itt van a mai nap fontos üzenete, mert azáltal, hogy Isten akaratát teljesítjük, ezen a szolgálaton keresztül, már mint a micvák a parancsolatok betartásán keresztül, a velejáró erőfeszítések ellenére a legbelsőbb isteni akarat tárul föl, parancsolatok megcselekvés által feltárul a legbelsőbb isteni akarat, méghozzá igen nyilvánvalóan mindenféle rejtettség nélkül. Ugye arról volt szó, korábban erről beszéltünk, korábban erről beszéltünk a 23. fejezetben, ha emlékeztek, hogy a, a Tóra, az isteni parancsolatok, az Isten akaratának a manifestum, az Isten kívánsága, Isten akarata. Most, amíg, amíg a Tóra parancsolatai nem kerülnek megcselekvésre, hogy ilyen magyar tanulunk fogalmazzak, tehát amíg teoretikus, elvi szinten mozognak, amíg elvi szinten vannak, addig Isten akarata nem nyilvánult meg teljes valójában. Akkor válik Isten akarata teljesen kinyilvánítottá, akkor, akkor valósul meg Isten akarata, amikor az ember a parancsolatokat végrehajtja. Ugye, fontos üzenet van. És fontos üzenet az, hogy nem elég a, a csak a jó szándék. A cselekedetem van a hangsúly. A zsidóságban általában a, a, a vallásjogban a hangsúlyra tesszük a a, 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 a tesszük a cselekedet, a, 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 vagy a, pardon, a tesszük a hangsúlyt, nem pedig az intencióra, nem pedig a szándékra. Döntő többségben, általában. Nem mondom, hogy a szándék nem fontos, de mégis nagyon fontos a, 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 mégis fontosabb a cselekedet. Mondok egy példát, valaki fuldoklik a vízben, és én azt mondom, ú, nagyon szeretném megmenteni, jaj, de nagyon sajnálom, nagyon szeretném megmenteni, de ha nem úszok oda, vagy nem dobok neki egy mentő övet, akkor hiába akartam rajta segíteni, hiába állt nagyon erős szándékommal rajta segíteni, szerencsétlen megfulladt. Nem értem el semmit a szándékommal. A szándékomat, ha úgy, úgy tetszik pestésen szólva, a hajamra is kenhetem. A, a hajamra is kenhetem. Sokkal fontosabb, az, sokkal fontosabb az, hogy sokkal fontosabb az, hogy valójában mit cselekszem még akkor is, hogyha esetleg a szándék, az intenció nem olyan jó. A, a, kabala, a zsidó misztika, a, a zohár, a zsidó misztika, a, a kabala alapműve, a, a, a parancsolatok végre, a parancsolatok megfelelő szándék nélküli végrehajtását olyannak tekinti, mint egy madarat, amelynek nincsen szárnya. A szándék tényleges cselekedet nélküliségét pedig ahhoz hasonlítja, mint két, szárnya, mint, ha, mint két szárny, amik, aminek, ami nem, ez nem tartozik madár. Nem tartozik az állatnak teste. Most, mit egy, egy igazi, egy madár, mitől igazi, kedves Ábel közben, természetesen uh, örömmel és, és, és tényleg áldott ünnepet kívánok nektek és közösségednek, családodnak, szeretteidnek. Szóval, uh, szóval, az olyan, mint egy madár szárny, az egyik olyan, mint egy madár szárny nélkül, a másik meg olyan, mint egy szárny madár nélkül. Most, melyik értékesebb? Természetesen a legjobb, a legjobb dolog az a madár szárnyal. Ez nem is kérdés. Az ember megcsinálja a parancsolatot, az ember végrehajtja a parancsolatot, és megfelelő intencióval teszi ezt. Azaz, akarattal, hogy Isten, ez a parancsolatok megcselekvés által Isten akaratát valósítsa meg, amely által közelebb kerül Istenhez, amely által a világot Istenibbé teszi, amely által a szentséget teremt, és így tovább, és így tovább. Na de, hogyha választani kell, ha választani kell, hogy mi legyen, csak a szándék cselekedet nélkül, vagy a cselekedet szándék nélkül, akkor sokkal jobb, akkor sokkal helyesebb a cselekedet szándék nélkül. Először is. Mert előbb-utóbb, az azt mondja a Talmud, úgy fogalmaz, mi toch, se lolisma, balisma, hogyha a, 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 ha valamit az ember adja egy cselekedetet, megcselekszik a megfelelő intenció, a megfelelő szándék nélkül, akkor előbb-utóbb abból olyan cselekedet, olyan cselekedet, megcselekvése lesz, amely aztán szá jó szándékhoz is vezet. Tehát előbb-utóbb az ember előbb-utóbb majd megjön az intenció is magyarán. Te addig csak csináld a dolgodat, előbb-utóbb megjön az intenció is. A, 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 a madár értékes szárny nélkül is, úgyhogy madárnak nincsen szárnya, attól még meg kell menteni az életét, ugye? Attól még az életének van értelme, attól még az életének van értéke. Ha viszont a szárny madár nélkül, az, az, az egy darab, to, néhány toll és csont és egyebek közt, az, az nem, az nem, az nem egy értékes van. De tehát az intenció, ez egyik a dolog, hogy az intenz, hogy előbb-utóbb előbb -utóbb a szándék nélküli cselekedet, tehát az intenció nélkü, a megfelelő intenció nélküli cselekedet is előbb-utóbb intencióval való cselekedetet fog eredményezni. Ez az egyik dolog. A másik, a dolog tényszerűségéből fakad, a dolog tényszerűségéből fakad, hogy, 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 hogy a, a cselekvés az helyesebb és fontosabb, mert azáltal a dolog meg is történik. Az akarattal, a szándékkal, az ember, tele van a padlás, ugye? Ez a tele van a padlás. Hogy szokták mondani, hogy a pokolhoz vezető út jó szándékkal van kikövezve. jó szándék az, nagy, az, az nagyon jó és nagyon szép, de kevés. A cselekedet az igazi. A cselekedet az, ami igazán számít. Loha machsavahai kár, Nem a, a, a a, gondolat fontos, nem az intenció fontos, nem a szándék fontos, hanem igazán fontos az a cselekedet. Persze a legjobb, hogyha van a cselekedet, mert megfelelő szándék. Van a Talmud beszél, a Talmudban van egy érdekes vita két rabbi között, szerintem nagyon érdekes vita, és hát rávilágít arra, hogy, hogy, a, hogy a, Talmud, egyáltalán a zsidó filozófia, hogy mi mindenről vitatkozunk, a rabbik mindenről vitatkoznak, egy a nagyon, egyszerű dolgokról is, vagy az olyan dolgokról, amik, amikkel az ember talán el se gondolkodik. a, következőről, a, következő, a következő kérdés merül fel a Talmudban. A következő kérdés merül fel a Talmudban. Arról beszél a Talmud, hogy ugye a Tórában vannak pozitív, meg vannak negatív parancsolatok. Vannak cselekvésre buzdító parancsolatok, és vannak tiltó parancsolatok. Ugye például cselekvésre buzdító parancsolat, tiszteld apádat és anyádat. Ez egy cselekvésre buzdító parancsolat. És vannak tiltó parancsolatok, ne ölj, ne lopj, ne szeg meg a szombatot, stb. Ugye? Hát vannak pozitív, vagy, vagy buzdító parancsolatok, és vannak tiltók. Most Talmudban az a kérdés, hogy amikor a Szinályhegyi kinyilatkoztatásnál a zsidó nép ott állt, és Isten átadta nekik a tórát, Isten kinyilvánította az, az akaratát, és a zsidó nép azt mondta, azt mondta, hogy igen, elfogadjuk. Ugye? akkor azt kérdezi a Talmud, hogy vajon mit mondott a zsidó nép? Vajon a cselekvő parancsolatokra azt mondta, hogy igen, és a tiltó parancsolatokra azt mondta, hogy nem, vagy a cselekvő parancsolatokra is azt mondta, hogy igen, és a tiltó parancsolatokra is azt mondta, hogy igen. Mondok egy példát. Elfogadjátok el, zsidók, hogy tiszteljétek apátokat, tiszteld apátot és anyádat. Egyet értetek? Igen. É... Mondjuk, mit tudom én, ne lopj! és erre a zsidó nép azt válaszolja, hogy nem. Magyarán ugye, egy, az egyetértését hogyan fejezte ki a zsidó nép a, a tiltó parancsolatok ö, szempontjából. Mind, biztos, hogy egyetértett, csak a kérdés, hogy hogyan fejezte ki magát. Rá, rá kontrázott a tiltásra azzal, hogy azt mondta, hogy nem. Vagy pedig, vagy pedig ellent mondott a tiltásnak, és azt mondta, hogy igen, igen, megfogadom, hogy nem fogunk ölni. Vagy pedig, nem, nem fogok ölni hogy érzitek a különbséget? Ne ölj, azt mondja Isten. Nem, nem, nem fogok ölni. Nyugodj meg, nem fogok ölni. Vagy pedig azt mondom, hogy igen, igen, nem fogok ölni. Érzitek a, a dolog szemantikai különbségét? Most a Talmud, ilyen, ez Talmud ezt a kérdést teszi fel. És az egyik rabbi a Talmudban azt mondja, hogy a zsidó nép a cselekvő parancsolatokra igen mondott, és a tiltó parancsolatokra is igent mondott, a másik vélemény szerint a cselekvő parancsolatokra, csele, igen elválaszolt a cselek, a tiltó parancsolatokra meg nem válaszolt. Magyarán nem, nem fogok ölni. Nem, nem fogunk lopni. Nem, nem fogjuk elszeretni felebarátunk feleségét, vagyonát, stb. Ugye? Nem, nem fogok tüzet gyújtani szombaton. Vagy pedig nem szabad tüze gyújtani szombaton. Igen, nem szabad tüzet gyújtani szombaton. Mind a kettő valid. De, hogyha belegondolunk, hogy a Hasid filozófia lubavics Rebbe egy nagyon érdekes megfigyelést tesz, és egy kicsit más aspektusból, egy kicsit más perspektívából világítja meg ugyanezt a kérdést. Azt mondja, hogy valójában itt sokkal mélyebb dologról van szó, mint egy szemantikai vitáról a két rabbi között a Talmudban, hogy a zsidó nép miként válaszolt a cselekvő parancsolatokra, rákontrázott -e egy tiltással, vagy pedig helyeselt egy igenléssel. E azt mondja, hogy nem, ez nem egy csak egy szemantikai vita. Közben Krisztián írta, hogy rendben el kellene válaszolni. Kedves Krisztián, azért azt el kell mondjam, hogy ez nem, egy, tehát ez nem egy olyan kérdés, amit én vagy te el tudunk dönteni. Ez, ez nagyon... Az, az, én, az, hogy én szerintem mit kellene csinálni, az pont teljesen, teljesen lényegtelen. Itt a kérdés az egy sokkal, ugye itt a Talmudban az ilyen viták azok mindig sokkal mélyebb kérdéseket, és erre világít rá Rebe is, hogy sokkal fontosabb, mélyebb dolgokat mond, mint pusztán szemantikai vita, hogy hogyan kéne a tagadásra, a tagadással kell válaszolni, vagy a tagadásra a helyesléssel kell válaszolni. Egy tagadó parancsra. Egy, egy, egy negatív, egy, egy tiltó parancsra. Ez nem szemantikai kérdés, mondja a Lubavicsi Rebe, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ez a két rabi azon vitatkozott, hogy mi van a hangsúly. A hangsúly magán a parancsolaton van, vagy pedig a hangsúly a parancsolón van. Magán a, ti, a cselekedeten van a hangsúly, amit a parancsolat megtilt, vagy pedig Istenem van a hangsúly, aki a parancsolatot megparancsolja. Ugye, hogyha azt mondom, hogyha azt mondom, hogy, hogy, ne ölj. Azt mondja Isten, ne ölj. Én pedig azt mondom, hogy igen, nem fogok ölni, akkor, akkor a, én a parancsolatokra helyezem hangsúlyt, a cselekvésre magára. Igen, persze, nem fogok ölni. Jó, nem fogok ölni. De pedig, hogyha azt mondja, hogy ne ölj, nem, nem szabad ölni, és én azt mondom, hogy nem ölni nem szabad, akkor én akkor én azt mondom, tulajdonképpen, pardon, fordítva, ha én azt mondom, hogy igen, elnézést, fordítva, ha én azt mondom, hogy igen, akkor az, akkor a parancsolóra teszem a hangsúlyt. Ha azt mondom, hogy nem, 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 persze nem szabad ölni, nem, nem, nem szabad ölni. Ha ő azt mondja, hogy nem szabad ölni, én pedig úgy válaszok rá, hogy igen, nem szabad ölni, akkor tulajdonképpen azt mondom, hogy igen, én nekem mindegy, hogy Isten mit mond. Én bármi, ami Istentől jön, azt én elfogadom nem, nem azon vitatkozom, vagy, hogy megértem-e, amit akar, nem értem-e maga, amit akar, egyet értek vele, amit akar, nem értek vele egyet, teljesen mindegy. Ha Istentől jön, akkor kell. Ha Istennek fontos, akkor kell. Ugye a példa, mindig a házasságot szoktam hozni példaként. Ha az én feleségem azt mondja, hogy ő ezt és ezt szeretné tőlem, vigyem le a szemetet, mindig ezt a példát mondom. Este tízkor ülök, a könyveim fölött, és tanulok. És azt mondja a feleségem, hogy Jonatán, légy szíves, vidd le a szemetet. Én pedig, én, pedig, én pedig azt mondom, hogy nem, nem viszem le a szemetet. Vagy pedig azt mondom, hogy azt mondja nekem a feleségem, Jonatán, kérhetek tőled valamit? Én pedig azt mondom, hogy igen. Nem, azt, nem úgy válaszolok vissza, hogy kérhetek tőled, ugye mi szoktunk csinálni? Most lehet, hogy egy kicsit össze-vissza Mi szoktunk csinálni? Azt mondja a feleségem, kérhetek tőled valamit? Én pedig azt mondom, mi, mi volna az? Ez a rossz válasz. Ez egy helytelen válasz. Megkérdezi tőled a feleséged vagy a férjed, kérhetek valamit? És te azt válaszolod, miért mi volna az? Ez egy nagyon rossz válasz, mert ez azt mutatja, hogy attól függően, hogy mi a te kérésed, attól függően teljesítem. Nem ez a válasz. A válasz arra, hogyha a feleséged vagy a férjed megkérdezi, hogy kérhetek-e tőled valamit, a válasz erre az, hogy igen, mi volna az? Válasz, igen. Természetesen kérhetsz tőlem valamit. Bármit. Miért? Mert te kéred. Mert tőled jön a kérés. És az nekem fontos, mert te vagy a feleségem. Ezért bármi, amit kérsz, az számomra fontos. És az egy másodrendű dolog, vagy egy, 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 egy másodrendű fontossággal bír az, hogy mi is az a kérés valójában. Bármi, amit kérsz, azt én megcsinálom. Bármi, amit kérsz, amit megcsinálom, most pedig mondd, hogy mit kérsz. <laughs> most, pedig mondd, hogy mi a, most pedig mondd, hogy mi a kérésed. De ne azt mondjam, hogy attól függően csinálom meg, hogy mi a kérés. Ez helytelen. Attól függően megcsinálni, hogy mi a kérés. Nem, nem attól függően csinálom meg. A kérésedet megcsinálom, a kérésedet teljesítem, és most pedig mondjad, hogy mi a kérésed. A Talmudi vita azzal kapcsolatban, hogy a zsidó nép miként válaszolt Istennek, ez ugyanez a vita. Ha amelyik rabbi azt mondja, hogy a, a zsidó nép úgy válaszolt, hogy igen igen. Szabad, nem, nem, szabad, igen, nem szabad ölni. Igen, nem szabad lopni. Igen. Amit te mondasz, az úgy van. Mi az, amit mondasz? Az már egy másodlagos kérdés. A másik rabi szerint, a másik vélemény szerint a Talmudban pedig a zsidónép arra figyelt, hogy Isten mit kért. Szóval hol itt az, hol itt az életlecke. Az életlecke ott van abból, amit mondtam, amit, amit, az előbb, amit az előbb említettem. Például a házasságban, például a párkapcsolatban, például a barátságban, vagy a kollegialitásban, egy közösségben. Az első kérdés az, az első és legfontosabb az, hogy válasz, arra válaszoljunk, hogy igen. Igen. Igen, mert igen, mert tőled jön. Feleséged megkér tőled valamit, bármi legyen az, a válasz igen. Bármi legyen az a válasz. Igen, miért? Azért, mert ez számodra fontos, és mivel, hogy te számomra fontos vagy, ezért ami fontos nekem, az, ami, ami, fontos neked, az nekem is fontos. Istennel ugyanez a helyzet. Isten rendkívül fontos, Isten, Isten igényei, Isten akarata, Isten vágyai természetesen minden téren és időn felülállnak, végtelenek, örökkévalók, akkor tehát bármi, ami Istentől jó, azt én készséggel elfogadom, és természetesen szeretném. Ugye, amikor imádkozol is, akkor is ezt kell csinálni. Bármi, ami jön Istentől, azt elfogadom. De ha lehet, akkor kérem, hogy jöjjön jó, és ne pedig rossz. Nem, és ne pedig rossz. Ne azért imádkoz, nem azért imádkozunk, hogy, hogy, hogy csak azért imádkozunk. Bármi, ami Istentől jön, azt elfogadjuk. Hiszen Istentől jön. Márpedig a kapcsolatot úgy lehet kiépíteni, és a kapcsolatot úgy lehet elmélyíteni, Hogyha, 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 hogyha elsősorban és legelsősorban elfogadjuk azt, akitől jön, és csak másodszorban érdekel bennünket az, ami jön. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma este, kedves barátaim. Csütörtök este van, legközelebb vasárnap este találkozunk. Ha Isten is úgy akarja, akkor vasárnap felvételről fogunk találkozni este, de nem akarom lelőni a poént. Utazni fogok egy gyorsat drága feleségemmel de vasárnap este 8-kor mindenképpen várlak benneteket. Sok-sok szeretettel, vigyázzatok magatokra és egymásra.